igény is, és kereslet, ami valamiképpen kifejeződni szeretne. Jó, nem tudom jobban artikulálni a dolgot, mert akkor meg tudnám csinálni. De ez tényleg egy kérdés, Csipán, amit fölvetnék magyar szociálba történészek számára. A harmadik az ennél még egyszerűbb talán. Ez pedig hát egy személyes tapasztalathoz is köthetem. Ugye én tőlem megmentették a bölcsész hallgatókat 1970-ben, hogy ne vételjezzem tovább az ifjúságot. Ez eddig rendben van. De utána a 70-es évek során, miután szociológussá ütöttek, akkor viszont a Foxy Maxi keretében a kezem alá adták a kádereiket. Na most ezektől a káderektől én akkor nagyon sok elismerésnek, biztatásnak, jelentékot meg akármit kaptam, mert hogy olyanokat még nem hallottak, mint amiket tőlem, és nagyon örültek. Ez nem az én öndicséretem kíván lenni, hanem annak a helyzetnek a jelzője, hogy én nem voltam ezzel egyedül. Hát mondjuk minimum azok, akik a társklubban nyerték el a szociológusságot, és utána ott dolgoztak, azok lényegében mind tanítottak valahol a Foxy Maxin. Vagyis szerintem egy fontos ilyen történeti vizsgálódási téma lehetne az, hogy mekkora hatása van a pártkáderek és egyéb káderek reform nemzetékének a kialakulásában annak, hogy kikkel tanították őket. Mert hogy ez egy lehetséges adalék. Egyáltalán nem azt gondolom, hogy mi fújtuk a passzát szelet, szó sincs róla. De ha már történelmi kérdésekről van szó, akkor ez egy érdekes kisebb színfolt lehet ezen a palettán, ami itt van. No, én nem használom ki a 30 percemet nyilván, de nem történészként ennyit tudok hozzátenni, és ezeket a kérdéseket ajánlom megvitatásra. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük! Reakciók gyűjtenénk, hogy ki mindenki, tehát egyszer Vacsapista. Jó, akkor jön Vacsapista. Köszönöm szépen! Misivel elég régóta ismerjük egymást, nem lesz sértő, hogyha azt fogom mondani, hogy a szomszéd, tehát amikor hallgat, kész a sztori egyik része, tehát mondhatnám azt is, hogy az üléspont meghatározza az álláspontot. A te üléspontod a KSH-n kívül volt, nekem meg több mint 40 éven belül a KSH-n belül, és azokkal a személyekkel dolgoztam együtt, akiket te említettél. Hát, és mindkét történet igaz. Még akkor is, hogyha most azt mondom, hogy a KSH-ban töltött 40 évemből, több mint 40 évből, több mint 30-at szinte majdnem közellenségként kellett ott megélni, beleértve azt is, hogy a szociológia szitok szó. Tehát mi, mint a Csehszombati és az Andor, tehát 83-ban előtt az Andor Karúzi a közgázra kihagytak, ott is volt az intézményesülésnek egy fontos része, amit a Gazsó Feri hozott részét, te is benne voltál. Tehát, de itt most nem a történet kéttartósága az érdekes, hanem hogy hát bizonyos értelemben igaz. Tehát onnan nézve, és az a kisugárzás, ahogy a pártközpont felé, ahogy a tervhivatal felé, a KSH, mint a tervgazdaság szolgáló lánya, mondja az adatokat, onnan nézve ez nem volt. Ez egy állandó Damoklész kardja alatt való létet jelentett, és hát nem volt olyan jó, mint a Társadalomtudományi Intézet.
mert ott mindent lehetett kutatni, mert most a Dodor Feriről csinálunk egy kötetet, és most végig megyünk az utóbbi 50 éve, hogy hogy is volt ez a szociológia, te is benne volt. És hát minden lehetett kutatni, legfeljebb nem jelent meg. Nos, tehát amikor az intézményesülésről beszélünk, akkor a látens, vagy potens, mert itt most a KSH-ban, amit te elmondtál, végig lehet venni, amit a Rudi 5 oldalon megint, én ezt 25 oldalon írtam, még nem sokára megjelenik valahol egy könyvben, az inkább a keleti kárai örökségen való felmelekedés volt, amiben új elemként jött a Péter György a 56 után. És jöttek azok a szerencsés dolgok. Tehát ebben az értelemben, ha kitágítjuk a perspektívát, hogy mennyire szerves a magyar szociológia gyökere, és hogy annak a KSH-beli makro szociológia ágát, így is lehet nézni, az ilyen értelemben átélt sok mindent, túlélt sok mindent, sok bizonyos tekintetben intakt tudott maradni, rejtve tudott maradni, és hát csak le kellett menni a köztárba, mert a köztárban megvoltak, hogyha valaki elővette a dolgokat, akkor meg tudta nézni. Kicsit bőlétre, de személyes tapasztalatomon keresztül akartam azt a párhuzamot kontrasztként is hozni ahhoz, amit mondtál, mert a kettő együtt így igaz. Köszönöm szépen. Kis kérdészetés. A 60-as évek végén, hát most számoltam magamban, legalább 4-5 olyan kis műhely alakult, könyvszakma piackutató csoportja, a KMK-ban az olvasás kutatási csoport, majd osztály a Népművelési Intézetben már József Péteré, ahol hát azt lehet mondani, hogy valamilyen értelemben már szociológiai kutatás folyt, holott mondjuk én 73-ban, 68-ban én már ott dolgoztam az olvasás kutatás osztályon, de 73-ban kezdtem el az ELTÉN szociológiát tanulni, akkor indult ugye a képzés. De hogy a számok összefonódjanak, valamilyen módon megtalálta a Széchenyi Könyvtártudomány és Módszertani Központja, itt volt az olvasás kutatási műhely, Szerényi Ivánt, és tőle kért egy, hogy írjon egy programot, hogy mire kéne szerint egy olvasás kutatási csoportnak foglalkozni. És ilyen fajta véletlenszerű, ám már mégsem az összefüggésekről még egy csomó dolgot ki lehetne deríteni. Köszönöm szépen, én csak egy nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni, és a Misi előadása alapján inkább a Domának meg a Tamásnak válaszolni, hogy tehát ez nagyon fontos, amit a Misi most így összefoglalt ugye, a szociológiai intézményesüléssel, de én ehhez még hozzátennék valamit, ugye a folyóiratokat. A folyóiratok nagyon fontosak voltak, mert egy csomó minden ott zajlott, abban is egyetértek, hogy sok minden nem jelenhetett meg, de azért voltak olyan folyóiratok, eljúgott folyóiratok is, ahol megjelenhettek cikkek, tehát például volt ugye mi foglalkoztunk annak idején a értelmiségi viták kutatásával, és tudok olyan hozzászólásokat különböző vitákhoz, amelyek nem jelenhettek meg a Népszabadságban, nem jelenhettek meg még a valóságban, se, de megjelentek például a Magyar Tudományban, amiről a hatalom akkor úgy gondolt, hogy ez annyira láthatatlan, hogy ott azért lehet ilyeneket. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a szociológiának akkor volt egy olyan nagyon fontos szerepe, hogy segített a társadalomnak rávágni saját magára, segített az értelmiségnek kialakítani azt a nyelvhasználatot, amivel a társadalomról gondolkodni lehetett, és igenis volt egy ilyen a hatalommal szemben álló, nem persze nem nagyon bátor, meg nem nagyon ellenzéki, de mégiscsak ember szemben álló magatartása, amikor rámutatott olyan társadalmi folyamatokra, amiket az ideológia és a hatalom által képviselt ideológia nem szeretett volna látni. És tehát amikor te azt kérdezed, hogy milyen hatalomról van szó, vagy hogy te nem szeretnél hatalmadoma, akkor
azt gondolom, hogy mi se arról álmodozunk, hogy mi irányítsuk az országot, de hogy valahogy hiányzik nekünk az a szerepe a szociológiának a mai társadalomban, hogy rendelkezik ebben egyrészt a társadalmat felvilágosító, vagy új gondolatokat, új kérdéseket a társadalom elé táró szerepe, meg másrészt az, hogy szembe mer menni avval az uralkodó által éppen próbált ideológiának, és helyette megpróbálja olyannak látni a társadalmat, amivel az éppen akkor alkalmas módszerekkel ez felmutatható. És ez nagyon szépesen, tehát abban biztos, hogy igaza van a Tamásnak, hogy mára ez valószínűleg nagyon más módszerek kellenek, nagyon más kérdéseket kell feltenni, és avval azt hiszem, hogy egyet lehet érteni, hogy ezeket kevéssé találtuk meg ma. De ezt a korábbi szerepet én nagyon fontosnak gondolom, és azt is, hogy gondolkodnunk kellene azon, hogy a mai magyarországi politikai és a többi helyzetben nincsen megint az értelmiségnek, vagy a szociológus értelmiségnek egy hasonló feladata, amit nem lát el eléggé. Én nagyon szeretnék ráerősíteni a Csákon és Jánkra mondottakra abban az értelmezési keretben, ezek megszakítottságok a tudománytörténelmet elképesztőnek, a politika történeti újrakezdések és korszakolások, azok nálunk nagyon rányomották a lényegüket a tudomány, és a szociológia fejlődésére, és mint az újrakezdések voltak, és ugyan vannak áthallások, meg felbukkannak utalások korábbi fejleményekre, ugyanakkor azt is gondolom, hogy hát messze szubaktimális a szociológiai hagyományok kiaknázása és a tudásakkumuláció is. És ez nem szükségtétlenül indített Európában sem, amiről van valamelyes benyomás, mert a lengyel példa, ahol Znamieckitől, Oszovszkin keresztül, Veszolovszki volt egyfajta folyamatos. Annak ellenére, hogy politikai rendszerváltások és politikai szélsőségek kabalakája a lengyel 20. században. De hogy mondjak egy kisebb példát, ami inkább csak a visszatekintés és a tudás hasznosításra akkumuláció egy példája. Tavaly cseh társadalomtudományi intézeteket látogattam végig, a szociológiai, az Akadémia Szociológiai Intézetének, amellett, hogy nagyon élénk, vibráns szakszociológiai kutatásokat is folytatnak csoportok, az intézet írt egy 1000 oldalas cseh szociológia történetet. Benne a szakszociológiákkal, az áttekintésekkel, másokkal, és nálunk sok minden megvan interjút kötetekre, meg diszertáció, meg valahogy létezik ez a inkább szóbeszédben vagyok, de valahogy írásra nem terült, tehát és nincs igazán nagy, nincs igazán nagy ilyen kintje a gondolkodásunkra. Anya? Igen, szóval a visszatekintés az sajnos szelektív. Tehát azt jelenti, hogy arról beszélünk, hogy és mondjuk a Kucibecskeházi kötet annak idején pontosan azt mutatta ki, hogy hát létezett egy értelmiségi közbeszéd, amelynek igencsak nagy mértékben meghatározta mind a lexikáját, mind a gondolatmeneteit az akkori ellenzéki ihletettségű szociológia. És elfelejtjük azt, hogy milyen módon volt rétegezve akár a publikációknak, akár a szociológiai ismeretek közvetítésének a szinten a politikailag. Tehát egyrészt nagyon sok jelentős szociológiai kutatás készült a tájékoztatási hivatal számára, amikor kiderült az, hogy a hangulat jelentésekből a mindenkori hatalomnak a képviselői, az ország irányítói nem tudják meg azt, hogy milyen ez az ország. Tehát ha nincsen viszonylag szabad nyilvánosság, akkor egyszerűen arról van szó, hogy olyan országban értünk, ahol senki nem tudta arra, mi zajlik. Mindenki nagyon csak egy-egy részt látott át és értelmezett, úgyhogy gyakran. Tehát azért
Nem érdemes gondolni a Kossuth számozott könyveknek, érdemes gondolni azokra a cikkválogatásokra, amely három különböző szinten, különböző típusú embereknek tette hozzáférhetővé a dolgokat, vagy mondjuk a TK, tehát a Tömegkommunikációs Kutatóintézet, amelynek ugye volt direkt a tájékoztatási hivatal számára készített tanulmánya, és volt háromféle publikációja, amely eldöntött, hogy melyikhez ki, és hogyan férnek hozzá. Tehát végig volt egy ilyen bennfentesség környéke, vagy holdudvara ennek az egésznek, és a magyar társadalomnak a többsége, tehát az, hogy a társadalmat megszólított, egy elhosszúlított, amely tulajdonképpen egy nagyon szűk értelmiségi réteget, ami különböző a jelenlegi állapottól, az tulajdonképpen a vidéki értelmiség, amely vidéki értelmisége, akár a műszaki, akár az agrár értelmisége, elérte ez a diskurzus, ami ma már az életét. Egyéb, most visszaadjuk Misinek a szót, hogyha Tamás jobban mondta azt, hogy neki nem lehet, hogy egy nagyon súlyú szava zárszóként, egy válaszként bárki másnak a teremben, ez érthetődek, hogy az én esetemben abban így van. És ráadásul nagyon fontos dolgokat hallottam tőletek, azért, mert az egy jó dolog, hogy az ember belenyúl valamiből nem szokott és rácsodálkozik egy csomó mindenre, ez oké, de nagyon jó, hogy kiegyensúlyozó megjegyzéseket kaptam hozzá, amelyek mondják, hogy jó-jó persze, de attól még az intézményi töredezettség, megszabítottság, a történeti folytonosság hiánya, az bármelyik más országhoz, Lengyelországhoz, stb. Képest mégiscsak jellemző Magyarországon. Persze, ezt azért tulajdonképpen nem szerettem volna vitatni, vagy negligálni, mint tényt, hanem azt hiszem, hogy amilyen megjegyzéseket tettem, azok igazából talán arra jók csak, hogy felmutassák, hogy melyek azok az apró kis elemek, amelyek egyáltalán lehetővé tették azt, hogy újra kezdődhessen a dolog, és ne a nulláról kelljen teljesen újra kezdeni, hanem legyenek mindig kéznél olyan emberek, akik már tudnak valamit, akik már valamiképpen benne vannak ebben a folyamatban, és lehet rájuk építeni egy újabb intézményesülési periódust. Úgyhogy ennél részletesebben én nem is kívánnék semmit hozzátenni, mert ennek a megjegyzések mindenkinek voltak. Köszönöm szépen. Annyi megjegyzést tennék, hogy ugye az intézményesség és a társadalmi szerep azért az ugye erősen kettő. Ugye gondoljuk meg, hogy például ugye vannak egész tudományágak, amelyek abszolút megszakítatlan intézményességgel rendelkeznek Magyarországon, társadalmi diskurzus szempontjából nullához közelítő hatással. Ugye egyik eredeti szakmámként, ugye Magyarországon, hogy nulla körül van ugye a társadalmi diskurzusra a hatása, ugye ez a magyar irodalom történetírás. Na most, ha volt valami, aminek ugye egy megszakítatlan intézményesítettsége volt, számtalan tanszék, akadémiai intézet, akadémikusok, hihetetlen számban, hogy mondjam, nagy reprezentatív monográfiák tömege, és a többi, számos folyóirat, stb. Na, az ugye az irodalom tudomány volt. Na most ehhez képest, hogyha egy, nem tudom én, szociológus mondott három mondatot a valóságban, az társadalmi esemény. Na most ehhez képest, amit az irodalom történészek mondtak, annak ugye akkor volt bármifajta
hogy mondjam, társadalmilag diskurzus jellege, hogyha valamilyen, hát mondjuk valamilyen politikai izgalmat hozott az életben. Tehát mit tudom én, amikor a Nagy Péter írta Szabó Dezsőről egy monográfiát, akkor annak az volt a, hogy mondjam, annak az volt a diskurzív eleme, hogy az egy borzasztó izgalmas dolog, hogy egy annyira politikailag vagy ideológiailag kiemelt személy, mint a Szabó Dezső, ugye róla korábban, már úgy értem, hogy a szocializmus évtizedeiben nem jelent meg. Vagy mit tudom, hogy a József Attila haláláról megjelentek bizonyos dolgok, akkor annak megint csak az volt a... Tehát nem maga az irodalomtörténet, vagy nem az irodalomtörténetnek a fő témája, vagy a fő tematikája volt az, ami a diskurzív elemeket hozta. Tehát a ilyenért, és azt is lehet mondani, hogyha általában visszamegyünk korábbra a magyar tudományban, azt lehet mondani, hogy nem párhuzamos, vagy nem áll arányban az intézményesítettség és a társadalmi diskurzus. Tehát valószínűleg a amit fontos elemként elhangzott, az ugye a folyóiratoknak a világa. Tehát az a dolog, hogy tulajdonképpen én két kulcs folyóiratnak a megjelenését tartom döntőnek a 60-as években. Az egyik ugye a valóság, a másik pedig a világosság. Ugye ez az a két olyan folyóirat, az egyik az ugye inkább mondjuk egyszerűség kedvéért, hogy szociológiai és közgazdasági, a másik meg mondjuk inkább filozófiai és történelmi természetű, ami kifejezetten nem egy ilyen, hogy mondjam, akademik logikájú, hanem egy ilyen társadalmi diskurzus logikájú folyóiratként funkcionál. És valószínűleg a szakfolyóiratok azok úgy egyébként szintén meghaltak az unalomtól. Tehát amikor akár csak személyes emlékeim szerint is, amikor a világosság számoknak, vagy a valóság számok megjelenése az társadalmi diskurzus tárgya volt, hogy mi van, soha senki nem tudta, hogy mi jelent meg a filozófiai szemlében, vagy a szociológiai szemlében, mert néhány emberek kívül, általában azokon kívül, hogy éppen konkrétan megjelentek. Tehát ilyen értelemben, vagy mit tudom én, a sokkal fontosabb volt, hogy mondjuk a kritikában mi jelenik meg, akár az előbb említett irodalmi kérdésekről, mert irodalom történetben, irodalom történeti közleményekben mi jelenik meg. Tehát azt hiszem, hogy itt több szintje van az intézményesítettségnek, és ebből a, mondjuk talán a folyóiratok, inkább közük van a társadalmi diskurzushoz, mint a szoros értelmezett akadémiai bizottságoknak, vagy intézeteknek. Igen, köszönöm. Én csak ahogy hallgatom ezt a beszélgetést, az merült föl bennem, és hát Michel előadása kapcsán is, hogy hát ugye minden történetnek, visszaemlékezésnek is mi az igazi tétje, az, hogy miként folytatható ugye az a történet. És hát nyilván ez az, ami engem ebből a szempontból a legjobban izgat. És hát ahogy gondolkodtam most, az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen ez tényleg egy nagy kérdése a szociológiának, a rendszerállás után szociológiára gondolom. Hogy mit kezdett, és mit tud ma kezdeni azzal, hogy tulajdonképpen megtűnt az a hatalmi tény, amiben ilyen módon kialakult. Mert ez nyilván egy változás, és ez erre mindenki reagált valamilyen módon. És nincs egy átgondolt válasz, mert nem tudok semmi, de ez mindenképp egy olyan kérdés, amire kell gondolkodni. Mert hát valószínűleg ez, hogy részben ugye a hatalom figyelmét magával vonza, vagy az államszociális hatalom figyelmét magára vonva, de mégis egyfajta kimondó szerepbe helyezni, ez nyilván ez megszűnik a rendszerváltás után. Egy egészen más teren nyílik a kritikának. Ugye eddig alapvetően, vagyis korábban alapvetően egy ilyen leletező jellegű
kritikál, ami érdekes volt. És akkor a rendszeres után nyilván egyfajta konstruktívabb kritika irányába lehetett volna elhozó kérdés, hogy mennyibe történt, meg mennyibe nem. És ugye ma pedig nyilván ma megint teljesen más a tér, amikor a leleplezéseknek bizonyos értelemben semmiféle jelentősége nincs. Amikor expliciten zajlanak ugye a társadalmi igazságtalanság, vagy visszaélések, akkor hiába nincs az a hozzáadott érték, amit mondjuk egy leleplezésben mellem. És akkor ilyen ezeket megint bárki gondolja a szociálisan, akkor ha nem leleplez, már más miatt, akkor mi lehet a kritika? Hadd jegyezzek meg annyit a hatalmi tér változásához, hogy eddigi életemben még soha nem fordult elő az, ami most, nevetesen, hogy külön engedélyt kelljen kérnem egy országos főhatóságtól ahhoz, hogy iskolákba bemenjek mutatni. És nagyon kevés esélyem van, hogy ezt az engedélyt megkapjam. Ugye itt a leleplező funkcióhoz az ugye egy elég fontos dolog, hogy ugye a különféle diktatúrák nagyon különbözőek abból a szempontból, hogy van-e önmagukról egy olyan narratívájuk, ami ténylegesen ellenkezik a gyakorlatokkal. Mert mondjuk a Horthy rendszernek, vagy a 2010 utáni rendszernek nincs ilyen értelemben egy olyan, ideológiája, ami lényegesen különbözne a gyakorlatot. Tehát senki nem akarja, a Horthy rendszerben senki nem akarta azt mondani, mint hogy ma sem akarja valójában azt mondani senki, hogy a társadalmi igazságosság fontos. Vagy hogy a törvényesség fontos. Ezt igazából nem akarták mondani. De és most sem akarják. Na most ezzel szemben ugye a Kádár rendszer viszonyai között abban az értelemben a leleplezésnek helye volt, hogy a rendszer azt sosem vállalta föl, hogy mégpedig mi a társadalmi igazságtalanság felé haladunk. Vagy hogy mi a régi osztálytársadalom helyében új osztálytársadalmat kívánunk. Ez ugye nem volt egy felvállalható dolog. Tehát ilyen értelemben ez a fajta társadalmi kettősség, vagy ilyen értelemben vett kettős beszéd, vagy kettős világ, egy ideális tere a szociológiának, van mit leleplezni, van mihez képest leleplezni. Hát nagyon szépen köszönöm, és akkor azt gondolom, hogy most akkor hirdessünk egy afféle hosszabb szünettel, és akkor mondjuk 13 órakor folytassuk a napot. Jó? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a meghallgatást.
Ez nem is a jó terület.